Sziasztok! Ebben a részben a Huawei E5785-ös hordozható rútert fogjuk bemutatni nektek. A hordozható routerek tulajdonsága az, hogy beépített akkumulátorral rendelkeznek, épp úgy, mint ez a termék. Az akkumulátor 3,8 voltos és 3000 mAh-es, amivel akár 10-12 órát is képes működni. A berendezés nem rendelkezik Ethernet porttal, viszont mind 2,4, mind 5 GHz-es Wi-Fi-re is képes. LTE tekintetében CAT 6-os besorolású és támogatja az 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, 8-as, 20-as, 32-es és 38-as bendeket is. Telepíthetőségét tekintve is felhasználóbarát, le tudjuk tölteni a hozzá tartozó szoftvert, és azon keresztül be tudjuk állítani az SSID-t is. Wi-Fi csatlakozás terén is roppant felhasználóbarát az eszköz, mivel az LCD kijelzőn kiírja a QR kódot, és mobilkészülők elé csak beolvasni ezt, és már rögtön fent is vagyunk a hálózaton. A helyszínek kiválasztásáról és a mérési eljárásokról a teszt ismertető videóban tudhattok meg többet. Akkor lássuk az eredményeket. A budapesti referenciatesztünk során 68 megabites letöltéssebességet és 43 megabites feltöltéssebességet mértünk 15 millisekundumos ping mellett. Balatonszemesen, kültéren 36 megabit letöltéssebességet, 2 megabites feltöltéssebességet mértünk 20 millisekundumos ping idő mellett, míg a nyaralóban, a házban 14 millisekundumos letöltési, 1 megabites feltöltéssebességet mértünk 28 millisekundumos ping idő mellett. Ezt azok számára ajánljuk, akiknek fontos az egyszerű kezelhetőség, és sokat használják a megosztott mobil internetet utazásaik során. Ez volt a Huawei E5785-ösnek a teljesítménytesztje. Ha bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben. Iratkozzatok fel a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! We'll be right back.